hogy ki lesz a következő polgármester, és hogyha ugyanaz lesz, mint aki előtte volt, akkor sok fejlődés bringás szempontból nem várok. Ez eddig sem tett olyan sokat, mint amit elvártunk volna tőle. A politika az már csak ilyen, majd hogyha szembesülő is azzal, hogy bringával kéne járnia, akkor biztos többet tenne a közösségért ő is. Örülnék, hogyha a budai rakparton meg lenne odva a biciklisáv és a magyarlogosokkal együtt kéne közlekedni, valamint örülnék, hogyha a nagy körúton is egy rendesen elválasztott biciklisáv lenne. Igazából több bringaút kellene. Hát én mondjuk a 16. kerületben járok be a 13-ba, és hát harmada körülbelül, ami kerékpárút. Mindenképp a város belsőjét le kéne zárnia abszolút az autós közlekedéstől. Át kéne vennie a teherszállítást a cargo bike-oknak. Több autómentes napot, biciklis közlekedés támogatását bármilyen mértékben. Normális kerékpáros utak legalább olyan, ahol ketten elférnek egymás mellett, illetve valami hálózatot kiépíteni, mert például a budai rakpart is valami horror biciklis közlekedés szempontból. Több odafigyelésként az autósoktól, ezt nem lehet törvénybe itt, nem lehet büntetni, nem lehet előírni, sajnos ez a kultúrából fakad. Összességében én már egész sokat közlekedek ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam, viszont például párom, illetve gyerekek még jobban járnának, hogyha lenne több kerékpárút, vagy az autósok egy picikét figyelmesebbek lennének, bár tényleg érezhető fejlődésen ment át a város az elmúlt 5-6 évben. Lehetne több bringaút, dedikált bringaút, mert nagyon sok, tehát eléggé hiányos a hálózat szerintem. Ne látszottam, hogy nem tényleg az emberekért dolgozna a polgármester és ennyi, meg hogy élhető legyen a város. Szerintem az infrastruktúra karbantartására. Tehát én Albert falván tekerek, ott vannak életveszélyes részek. Tehát egyszer megcsinálták a bicikliutat, de aztán senki nem tartja karba. Tehát a gyökerek fölnyomták, és egyszerűen éjszaka például veszélyes menni. A bringásoknak lehetne egy kicsit jobban kedvezni, ahol lehet önálló sávokkal esetleg, balesetmentesebb közlekedéssel. A kocsis forgalom is, érted, ez így szerintem így az embereknek nem túl alkalmas így ebben az állapotban, mert ez a rengeteg nagy forgalommal, rengeteg káros anyag van a levegőben, és magára az emberre veszélyes a város, pedig az emberről szól a város, és nem az autókról szerintem. Bingo! Bingo! Bingo!